Meghirdettük a hétépítő versenyt. Zárul a műszaki hét a Jáki József műszaki szakközépiskolában. A hagyománynak számító rendezvény végén a szerkezetépítő verseny résztvevői mutatkoztak be. Sikeresnek bizonyult az idén először kiírt verseny. A diákoknak hurkapálcika vagy spagetti tészta, befőttes gumi és ragasztó segítségével kellett hidakat építeniük. Több mint 20 alkotás készült, az iskola összes osztálya részt vett a versenyen. Ez az első olyan év, amikor megszerveztük a hídépítő versenyt. Rögtön nagyon kedvező fogadtatásra talált a diákság körében. És most itt a tornateremben a teljes Jáki előtt megtörténik a hidak terheléses vizsgálata, amikor azt mérjük, hogy mennyit bír. Tehát konkrétan össze fognak sajnos törni ezek a szép hidak, de a gyerekek azt mondták, hogy megéri. Puska Dávid is indult a szerkezetépítő versenyen, egy kitalált formát választott, nem egy létező hidat épített meg. Miután a hidaknak egy törés próbán kellett bizonyítaniuk, igyekeztek a diákok minél masszívabbra építeni az alkotásokat. Úgy csináltuk meg, hogy megpróbáltuk úgy hallítgatni a hurkapálcikákat, meg összetenni, hogy tájhegybírás szempontjával a legjobb legyen. Hát elég masszívra sikerült. A legtöbb hit végül átment a törés próbán, a több mint 30 kilós súlytól sem törtek ketté. A diákok egy része egyébként arról is tanul az iskolában, statikailag hogyan kell egy-egy ilyen szerkezetet megépíteni. Most a gyakorlatban is használhatták az órákon megszerzett tudást. A műszaki hét keretében pedig szakemberek is tartottak előadásokat az építőiparról, így a fiataloknak lehetőségük nyílt betekinteni a szakma részleteibe.